családi kirándulás a Sóstói természetvédelmi területen, méhészeti, solymászati, harcászati bemutató. Egyebek mellett ezekben a programokban lehet része mindazoknak, akik szombaton kilátogatnak a zöld tanyára. Az Árpád napi hagyományőrző találkozó programjait a szervezők úgy válogatták össze, hogy kicsik és nagyok egyaránt úgy érezzék, a múltban járnak. Azzal együtt, hogy Székesfehérvár a királyok városa, nem feledkezhetünk meg azokról a az ősökről sem, akik egyáltalán eljuttatták ezt a népet ebbe a ö, óhazába, tehát feltétlenül meg kell emlékeznünk Árpádról, Attiláról, Csabáról. És a természetesen koppányról is. Maroshegyen évente négy hagyományőrző napot szerveznek, melyre nem csak a város részben élőket várják. Mint azt Brája Réva, a rész önkormányzati képviselője mondja, a nagyvárosi családoknak is szükségük van a természet közelségére, bár sajnálatos módon a zöld területekből kevés van székesfehérváron. A városnak is talán sajnos szomorúan kell, hogy mondjam, hogy nem sok olyan zöld lehetősége van, ahova kimehet, tudjuk, hogy nincs állatkertünk gondolom, hogy ezért is olyan látogatott, és ezért is szeretik nagyon sokan ezt a programot és rendezvényt, mert sajnos nem sok ilyen típusú zöld rendezvényünk van. Ez az egyik, úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Az idei év újdonsága egyébként, hogy a látogatók a Gaja Környezetvédő Egyesület jóvoltából ingyenesen vizsgáltathatják majd meg furt kutyaikból hozott vízmintájukat, de lesz látogatás is a Kodály Zoltán általános iskola szervezésében.